Január 8-án 24 játékossal kezdte el a felkészülést a téli szünetet az első helyen töltő Máté Szakai MTK. Az első időszakban az erőnléti és a gyorsasági munkán volt a hangsúly, aztán a rajt közelettével a taktikai és technikai elemek gyakorlása került előtérbe. Az őszi szezonban 7 győzelem mellett egy döntetlent és egy vereséget jegyző MMTK helyzetét megnehezítette, hogy Vakarcs Krisztina játékos edző már nem számíthatott első számú kapusára a munkahelyi elfoglaltság miatt távozó Jureska Kitty. Nehéz volt a felkészülés, hisz van 3 kapusom, ebből az első számú már nem volt, és a másik kettő, ugye az egyik az a tanulmányára hivatkozott, hogy nem tud jönni, a másik ugye egy anyuka, így elég nehéz volt összeegyeztetni. Az egyesület elnöke Torma Tamás a felkészülési meccseken mutatott játékot látva bízik az őszi szereplés megismétlésében. Nagyon bízom benne, hogy a lányoknak, illetve a szakosztály által megfogalmazott céloknak a beteljesedése májusban eljön, így aztán természetesen a dobogón való helyezések számától függetlenül azt szeretnénk, hogy dobogóra kerüljön a csapat, vagy dobogón maradjon a csapat, de azért mindig a legfényesebb éremcsillog a legszebben, így aztán szeretnénk megnézni a bajnoki címet ebben a szezonban is. Az MMTK ifjúsági csapatának játékosai a felnőttekkel csinálták végig a felkészülést. A jelenleg 4. helyen álló együttesnek jó esélye van az előrelépésre. Januárban a csapat gerince egy diákolimpia országos elődöntőn sikeresen vett részt, úgyhogy a lányok szinte le sem álltak a bajnoki félszezon befejezése óta, és bekapcsolódva a munkába ők is azért egy dobogó közeli helyről várják a folytatást, hiszen a 4. helyen állnak a ifjúsági bajnokságban, 1 ponttal lemaradva a dobogótól, illetve 2 ponttal a 2. helytől, úgyhogy minden reális esély megvan arra, hogy ők is a dobogón végezhessenek. A Máté Szalkai MTK úszd mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A megyebeli csapatok közül a tavaszi nyitófordulóban a Vitka és a Debrecen U21-es együtteséhez látogat, a Kölcsi Diese pedig szabadnapos lesz.